Elérkezett a nagy pillanat. A tiszalöki mű megkezdi első feladatát, a duzzasztást. Filmhíradó részlet 1954-ből. Idén 70 éve helyezték üzembe a tiszalöki vízlépcsőt. Az évforduló alkalmából az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság szervezett ünnepséget. A duzzasztó művet a Tiszántúlon elterülő mintegy 120 ezer hektáros terület öntözésére tervezték. A létesítmény azonban több célt is szolgál, vízenergiát termel, valamint a Tisza és Bodrog hajózhatóságát is javítja. A 2022-es rendkívüli aszály újra ráirányította a figyelmet a vízkészlet gazdálkodásra, így a duzzasztó mű a tervek szerint az Alföld csökkenő talajvízkészletének pótlásában kap nélkülözhetetlen szerepet. A kihasználása fog alapvetően változni. A közeljövőben én azt prognosztizálom, hogy a vízpótló szerepe ki fogja maxolni a keleti főcsatorna képességeit, amely jelenleg egyébként korlátozott, de remélhetőleg a közeljövőben meg tudjuk csinálni azokat a szelvénybővítéseket, amely a jelenlegi 25 köbméter per szekundumos kapacitás helyett 60 köbméter per szekundumos vízhozamot tesz lehetővé az Alföld irányába elindítani. A rendezvényen elhangzott: a duzzasztó mű az elmúlt 70 év során az eredeti funkciók mellett újabb és újabb társadalmi, gazdasági igényeket is kiszolgált. Többek között a kőrösek vízpótlása történik innen a keleti főcsatornán keresztül, mint egy 40 köbméter per szekundumos vízkivétellel. Debrecen ivóvíztartalékát tudjuk innen biztosítani, illetve halászati és jóléti vízkivételek is történnek. De egyébként ennek a műnek nagy szerepe van a vízminőségi kárelhárítás során is, illetve a Tokaj-Bodrog-Zug tájvédelmi körzetnek a jó ökológiai állapotának a biztosításában is jelentős szerepe van ennek a műnek. Illetve a mögőül energiatermelésben történt az erőműnél egy nagyon komoly fejlesztés, és most már az 54 gigawatt óra per év teljesítményhez képest most már 60 gigawatt óra per év megújuló energiát tud előállítani. A megemlékezésen koszorút helyeztek el a dr. Mosonyi Emil tiszteletére állított táblánál. A létesítményi főmérnök irányította a vízlépcső tervezési és kivitelezési munkálatait. A rendezvényen a 70 éves évforduló alkalmából emléktáblát is avattak. A koszorúzás a vízerőmű bejáratánál elhelyezett emlékműnél folytatódott. Ezen a helyszínen 1951 és 1953 között hadifogolytábor állt. Az itt őrzött mintegy 1500 hadifoglyot embertelen körülmények között dolgoztatták a vízlépcső építésénél.